A Békés Csaba ismét a Gyulai Grosics Akadémia pályáján fogadta ellenfelét, ezúttal a Mezőkövesdet. A találkozóra hétfőn került sor. A pályaválasztó lila felszerelésben, a mezőkövesdiek sárgában léptek küzdőtérre. A találkozó játékvezetője Karakó Ferenc volt, segítői Kovács 2 Gábor és Víg Tarsonyi Gergő. Az első akció a csabaiak nevéhez fűződik, Bagi begurítására Vicián fordult rá, de a jobb kapufa mellé durrantott. Aztán 4 perccel később ismét próbálkozhatott, de ezúttal is céltévesztett. A 15. percben Bajzát 3 csabai védőt megforgatott a 16-os vonalán, sőt, lőhetett is, de a hazaiak kapusa hárított. 5 perc múlva Bagi lőhetett szabadrugást, ám kunsági kapus vetődve fogta a lapos, de erős lövést. A 25. percben Spitzmüller beadását Király Patrik perdítette kapura, de a mezőkövesdiek portása Újhegyel fölé pöckölte a labdát. Az első játékrész vége felé Spitzmüller lőhetett egy szabadrugást 1 lépéssel a 16-os előtt, a sorfal mellett elcsavart lövését a mezőkövesdi kapus vetődve kiöklözte. Sokáig kellett várni a szünet utáni első lehetőségre, amelyből Bajzát próbálkozott, ám a némi csabai tanácstalanság ellenére rosszul célzott. A 62. percben Borbé szögletét Szilágyi bólinthatta kapura, de a jobb kapufa mellett álló Kulcsár a gólvonalról visszavágta a labdát a mezőnybe. A 70. percben alig, hogy végrehajtotta a mezőkövesd a kettős cserét, a kisebb tanácstalanságot kihasználva Bényei beadta a labdát a kapu előterébe, ahol Vicián Ádám látványos gólt fejelt a jobb alsó sarokba, ezzel 1-0. Még 10 perc sem telt el, amikor Kertész meglódult a félpályáról, végig száguldott a mezőkövesdi térfélen, majd a 16-osról lőtt, de Kunsági hárított. A 90. percben Bényei és Lukács harcolt a labdáért a 16-oson belül, a csabai védő belépett a mezőkövesdi játékos elé, aki nagyot esett, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Takács Péter a jobbra vetődő Mursics mellett a bal alsó sarokba rúgta, ezzel 1-1. Már mindenki az óráját nézegette, amikor még egy utolsó lehetőség adódott a pályaválasztó előtt, ugyanis szöglethez jutottak. Ezúttal is Borbé Bálint lőtte be jobbról a labdát, amely átszállt a védők fölött, a jobb kapufával szemben álló Vicián Ádám viszont kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel a végeredmény 2-1 a Békés Csaba javára. Hát azt mondom, hogy igen, utolsó pillanatban jött rá a sor a második gólra, de azt mondom, hogy másik fél időben nagyobb nyomást tettük a mezőkövesre. Volt több olyan szituáció, több olyan lehetősége, amit lehetett még egy kicsit jobban kihasználni, és ebbe hamarabb eldönteni ezt a meccset. Gratulálok mind a két csapatnak, mert azt mondom, hogy egy NB1-es színű futballt játszott. Egy csapat sem nem akarta feladni a területet, egy csapat sem nem akarta naivan játszani ezt a meccset, amit lehetett látni, nehezen lehetett helyzetbe kerülni, de azt mondom, hogy a 90 perc alatt, ha valakinek volt több esélye, akkor azt mondom, hogy nekünk volt, hogy az zászlók közelebb álltunk nálunk. Igazából mondom, kellett kivárni a 90. perc, az utolsó szöglete, az utolsó, de annál édesebb a 3 pont, azt mondanám. Mindenféleképpen gratulálok még egyszer a mezőkövesnek, mert azt mondom, hogy ők nagyon-nagyon erős csapat, és mindenféleképpen látszik, hogy NB1-es szintre készülnek. Egy kiélezett mérkőzés volt, ahol igazán azt gondolom, hogy mezőnyjáték folyt, birkozott mind a két csapat. Egy bambaságból szerzett a Békés Csaba egy gólt, amit egy nagyon szép támadásnak nevezhetnénk az ő részükről. Nálunk ugyanez volt, hogy már csak birkoztunk, igazán nem felépített játékhelyzetből kiegyenlítettünk. És én azt mondom, ha hátul elkezdtük volna járatni a labdát, ez a meccs 1-1 marad. Mi nyerni akartunk, rúgdostok fel, ebből csináltunk egy kiállítás magunknak, illetve csináltunk egy szögletet, amit az ellenfél szinte éreztem, hogy helyzet lesz belőle, de reménykedtem, hogy ez a bal szerencse már elkerül minket, hogy megint
gólt kapunk, hát sajnos ilyen az élet. Ezek után azt mondom, hogy az élet megy tovább, nem fogunk összeomlani, ezen ha túl tudjuk magunkat tenni, akkor nagyon komoly sikereket fogunk még elérni. Gratulálok, 2 góllal járultál hozzá a győzelemhez. Hogy láttad, melyik volt a szebbik számodra? Köszönjük szépen, nagyon nehéz győzelem volt. Hát nekem a fejes tetszett a legjobban, az az erősségem, de a másodiknak is nagyon örültem, hiszen a győztes gólt lőttem.